Ég a hit gyertyája. Ökumenikus szertartás után fellobbant az első láng az adventi koszorún. Kiugró siker. Több mint 15 ezer látogatót vonzott a Sziszi kiállítás, ami hétvégén zárta kapuit. Az év atlétája. Halász Bence lett sportág a legjobbja idén, az év edzője Németh Zsolt. Köszöntöm Önöket, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Elkezdődött az advent, a várakozás időszaka. Minden vasárnap újabb gyertyaláng jelzi, hogy közeledik a karácsony. A hitet szimbolizáló első gyertyát tegnap gyújtották meg a keresztény világban, a Berzsenyi téren álló óriás adventi koszorún pedig szombaton lobbant fel a láng ünnepi liturgia kíséretében. Horváth József, pápai prelátus úgy fogalmazott, a karácsonyvárás fényt hoz a lelkekbe. Közös imával és énekkel vette kezdetét a már hagyományos ökumenikus szertartás a Berzsenyi téren álló adventi koszorúnál. A történelmi egyházak képviselői tartottak ünnepi liturgiát. A református lelkész a Zarándokének Zsoltár várakozásról szóló sorait idézte, hiszen ennek jött el most az ideje. Várom az Urat, várja lelkem és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint őrök a reggelt. Horváth József atya a Római Katolikus Egyház képviseletében beszélt sötétségről és fényről, a lelkek fényéről, ami az ünnepvárást övezi. A sötétség nyomaszt, a fény gyógyít. Ám az embernek nem csupán fizikai, de szellemi és lelki fényre is szüksége van. Mert valahogy így alkottattunk meg a Teremtő által, aki fénnyel ajándékozott meg bennünket. Közösen mondták el a mi atyánkot, majd áldást osztottak. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, aki végtelen szeretetét ideadta mi emberi szívünkbe. A gyertyákat a hagyomány szerint városvezetők gyújtják meg, az elsőt Horváth Attila alpolgármester lobbantotta fel. Az eseményt sok érdeklődő figyelemmel kísérte, a szertartás után a gyertyaláng még több órán át lobogott. A következőt most szombaton 16:30-kor gyújtják meg. A főtéri adventi vásár színpadán egymást követték a fellépők, este Újvári Tímea és Holdosi Attila zenélt, klasszikus magyar slágereket énekeltek együtt a közönséggel. A vásári forgatagban családok, baráti társaságok sétáltak, élvezték az ünnep hangulatát, jól fogyott a forralt bor és a lángos. Rendkívüli sikerrel zárult a Sziszi királyné feketén-fehéren című kiállítás a Szavária Múzeumban. Márciusban rendezték be a dísztermet Erzsébet személyes tárgyaival, napló bejegyzéseivel, ruha rekonstrukcióival, több mint 70 eredeti műtárgyat lehetett megtekinteni. A tárlat a megnyitása óta újabb és újabb darabokkal bővült a jó múzeumi kapcsolatoknak köszönhetően, és több kísérő program kapcsolódott hozzá, például a múzeumok éjszakáján is. Amint egy 15 ezer látogatót vonzó kiállítás záró rendezvényét pénteken délután tartották. Előadással zárták a Szavária Múzeum nagyszabású Sziszi kiállítását. Csorba László történész beszélt Erzsébet vonzásairól és választásairól. Van-e joga egy császárnénak a személyes boldogsághoz címmel? Elmesélte például, hogyan talált egymásra Ferenc József és Erzsébet, amikor a leendő királyné mindössze 15 éves volt. Ferenc József és Erzsébet, és hát Erzsébetnek természetesen imponált. A dolog, és akkor később megkérdezték, hogy az érzelme jöttem, akkor már azt felelte, hogy az ember nem kosarazza ki Ausztria császárát. A Sziszi királyné feketén-fehéren című kiállítás idén tavasszal nyílt meg a Szavária Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum együttműködésével. A látogatók több mint 70 műtárgyat tekinthettek meg, köztük Sziszi asztali tükrét, medálját, díszsebkendőjét. A tárgyakat több helyről gyűjtötték össze, de a királyné kelyhe például a Schmidt Múzeumból érkezett. A kiállításon Erzsébet étkezési zavarához is köthető diétás szokásait, napló részleteit, illetve ruháinak rekonstrukcióit is megtekinthették a látogatók.
A záróeseményre érkezők hallhattak arról, hogy Erzsébet miért lehetett meghatározó a modern kor számára is. Egy nagyon érdekes történeti jelenség az, hogy olyan rengeteg királyné, császárné volt a világtörténelemben, de mégis a modern kor szempontjából, különböző okokból Erzsébet királyné egy különleges szerepbe, egy ilyen központi szerepbe került, ugyanis az ő sorsa, az ő viszontagságai, ahogyan a házassága, a gyermekei, az egész élete alakult, ez valamiképpen a mai ember számára szimbólumá, jelképé válik, a modern nő harcának jelképévé, a saját személyiségért. Bár a záróeseményt pénteken tartották, a kiállítás még szombaton is nyitva állt az érdeklődők előtt. Ez a tárlat volt az elmúlt évek egyik legsikeresebb kiállítása a Szavária Múzeumban. Több mint 15 ezeren látták. 60 év az egészségügyben címmel rendezett tudományos konferenciát pénteken a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház szemészeti osztálya és a dr. Batthyány Stratmann László szemészeti alapítvány. Az eseményt Szabó Imréné műtőasszisztens tiszteletére szervezték 80. születésnapja alkalmából. Szabó Imréné Valika számára teljes meglepetés volt az esemény. Mindenki állva ünnepelte őt, amikor belépett az ajtón. 60 éve kezdte pályáját az egészségügyben, és ma is naponta bejár dolgozni a kórházba a nyugdíj mellett. Nélküle nem kezdődhet el szemészeti műtét. Kivételes életpálya az övé, szakmai tudását, tudásvágyát és aktivitását a kollégák és a betegek is elismerik. Bátor György osztályvezető főorvos, Nagy Lajos a kórház főigazgatója, Majtényi László a megyei közgyűlés elnöke és Horváth Soma alpolgármester köszöntötte az ünnepeltet, majd oklevelet adtak át neki. Valika átvehette a Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesületének elismerését, a SAO díjat is. A köszöntést szakmai előadások követték. Szabadtéri koncert, kézműveskedés, játékok, vidám hangulat és közösségi élmény. Jótékonysági családi délután szerveztek a Derkovics lakótelepen pénteken. A résztvevők adventi koszorút készíthettek, miközben a Tarisznyások zenekar muzsikált. A szervező Derkovics Városrészért Egyesület idén is karácsonyi csomagokat oszt a rászoruló családoknak, ehhez vártak tartós élelmiszer felajánlásokat. Több mint 200 háztartásba jut, így módon segítség az ünnepekre. A Derkovics Városrészért Egyesület klubhelyiségébe és a körülötte lévő szabadtérre várták a családokat pénteken egy jó hangulatú délutára. Horváth Soma, a körzet önkormányzati képviselője mondott rövid köszöntőt, majd a Tarisznyások zenekar koncertezett. Az asztaloknál Mikulás és Krampusz figurákat készíthettek a gyerekek, valamint kipróbálhatták az Agora elektromos kisautóit, amelyek szezonban a Kressz Parkban futnak. Ahogy telt a délután, egyre többen jöttek. A családok örülnek, hogy újra vannak programok a lakótelepen, és megtelik élettel a Derkovics. A nyár óta ez a harmadik ilyen rendezvényünk, és próbáljuk beindítani, hogy a családok jöjjenek ki, és érezzék jól magukat itt velünk. A klubhelyiségben színes üveggömbök, karácsonyi figurák és különböző gyertyák sorakoztak az asztalon, kézműves foglalkozást tartottak, adventi koszorút lehetett készíteni, amit aztán hazavihettek. A gyerekek különösen nagy kedvel dolgoztak, szívesen használták a ragasztópisztolyt, szép díszek születtek a kezük alatt. Szalma alapokat a gyerekek, illetve felnőttek is, saját maguk díszítik az ő elképzelésük alapján. Volt olyan alapunk is, ami például kötött volt, és arra már csak a díszítést kellett rárakni, de különböző szalagokkal, vagy aki nem szeretne szalagot rakni, az csak kis különböző díszekkel díszíti. Ez a délután a közös élményen túl jótékony célt is szolgált. Tartós élelmiszeradományokat vártak, amivel az Egyesület nehéz sorsú családokat támogat majd. 220-250 háztartásba juthat, így módon segítség az idén is. Várjuk azokat az adományokat, amelyel segíteni szeretnénk rászoruló családokat. Ezt 10 éve csináljuk képviselőtársaimmal, illetve az Egyesülettel, hogy ilyenkor csomagokat osztunk. Én is egyébként egy csomaggal érkeztem, illetőleg alpolgármesteri fizetésemből 240 000 forintot ajánlottam most fel, amivel szeretném, hogy segítsük egyébként a családokat karácsonykor. Ez december végén lesz majd ez az osztás. A derkovicsi délutánok folytatódnak, a következő program kézműves foglalkozás lesz. Téli dekorációt és grincsfát lehet majd készíteni. A pontos időpontot közzéteszik az Egyesület Facebook oldalán.
Halász Bence, a dobóesek alapecsetője lett az év atlétája, a trénere Németh Zsolt pedig az év edzője. Erről döntött a Magyar Atlétikai Szövetség. Az év női atlétájává Kozák Luca EB ezüstérmes gátfutót választották idei kiváló eredményei alapján. Halász Bence az oregoni világbajnokságon jutott életében először 80 méter fölé, amivel ötödik lett. Egy hónappal később, idén augusztusban pedig az Európa bajnokságon 80 méter 92 cm-re javította egyéni legjobbját, ezzel ezüstérmet szerzett. Trénerre Németh Zsolt lett az év edzője, tanítványai közé tartozik még az U18-as EB ezüstérmes, Viszkeleti Villő, az EB 7. Gyurács Réka, valamint Pars Krisztián és Rába Dániel is. Több mint két hónapja nem talál legyőzőre a Haladás VSE élvonalbeli futszál csapata. A bajnoki címvédő a visszafogott kezdés után gólzáporos sikerekkel zárkózott fel a tabellán, újra nyílt átéve az alapszakaszt. Huára Calvo tanítványaira most megterhelő időszak vár, hiszen két hét alatt négy tétmérkőzést vívnak, előbb a Kecskemét, majd a Veszprém lesz az ellenfél. A szombathelyiek célja a bajnoki cím megszerzése. A visszafogott szezon kezdet után ismét magára talált a Haladás VSE élvonalbeli futszál együttese. A nemzetközi kupaküzdelmek mellett a honi bajnokságnak címvédőként futott neki a vasi csapat, amely idén a kupatrónt is szeretné ismét elfoglalni. A Juanra Calvo irányításával készülő szombathelyiek játéka látványosan feljavult az utóbbi hetekben. A Haladás védekezése sokkal hatékonyabbá vált, és az ellenfél kapuja előtt is egyre eredményesebbek a támadók. Szeptember 9-e óta nem tudták legyőzni a vasi zöldfehéreket, akik keményen dolgoznak, hogy idén is megőrizzék bajnoki elsőségüket. A szezon nem úgy kezdtük, ahogy elképzeltük, hogy szerettük volna, voltak sérültjeink is, de úgy érzem, hogy most már helyreállt a rend. Tényleg a csapaton belül is minden rendben van, és hát tényleg nem csak sok voltunk, hanem úgy gondolom, hogy a csapatjáték is rendben van, és igen, rengeteg munka van benne, rengeteget dolgozunk, külön is akár. Az eredményes menetelésnek köszönhetően a Haladás már a negyedik helyen áll, és elérhető közelségben van két legnagyobb riválisa, a második Berettyóújfalu, valamint a lista vezető Veszprém is. Hétfő este Kecskemétre látogat a szombathelyi csapat, amely egy győzelemmel már dobogóra is felléphet a játéknapot követően. Ősszel már találkozott egymással a két gárda, a Haladás sportkomplexumban 4-4-es döntetlen lett a vége. Feszített tempóban kell játszania a zöld-fehér futszál csapatnak, amely két hét leforgása alatt négyszer is pályára lép. A kecskeméti kiruccanást követően csütörtökön már a tabella élén álló Veszprémet fogadják Dróth Zoltánék, akik visszavághatnak az első mérkőzésen elszenvedett 7-3-as vereségért. Önök a Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen, illetve Facebook oldalunkon is megtekinthetik. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!